Ugye? Anya, ugye hazajössz ma? Persze, de sietek. Elvégre teendőm tengernyi. Folyton ez a sztori vége. Kicsim, ugye láthatlak estére? Igen, csak telefonálnom kéne, beszélnem másokkal. Igyekszem, ígérem, nagyon sokat leszünk együtt még. Neked hoztam ide csipetnyi percet, hogy lehessen számtalan kincsed. Értem, csupán mennem kell, az élet vár a kötelességekkel. Anya, olyan szeretnék lenni, mint te, akire mindig büszke a környezete. Sajnos nem érek rá, dolgozni indulok. Majd hajnalban, ha még ébren leszel, mi történt tegnap, füledbe dúdolom el. Tudod, nekem most csak a vacsora kell, bevásárolni, miket a lista rendel. Nem vagyok biztos benne, megjövök éjfélre. Folyton ez a sztori vége, de sokat leszünk még együtt a jelenbe. Hívtalak, hol voltál? Nem értelek el, aggódtam miattad, üres volt az ágyad. A cipőt sem a megszokott helyen, a fürdőkád vizezetlen, a szobád érintetlen. Nincs időm, anyukám, hogy elregéljem, hosszan társalogtam, kicsit elmaradtam, de nagyon sokat leszünk együtt még. Én is érzem, ennyi sohasem elég.